Hamarosan új forgalmi rend léphet életbe a főutca és a Vasút utca kereszteződésében. A változás nagyban megkönnyítheti az autósok közlekedését. Október 31-én 9 órától koszorúzást és gyertyagyújtást tart Csongrád önkormányzata halottak napja alkalmából. A helyszín az első és második világháborús emlékmű és a magyar hősi halottak emlékműve. Díjazták a legszebb csongrádi konyhakerteket, 4 kategóriában hirdettek győztest a művelődési központban megtartott ünnepségen. Hétvégén kezdődik a téli időszámítás, 1 órával kell visszaállítani az órákat. A nagyváradi Szent József plébánia testvérközössége delegáció látogatott Csongrádra október 22-én. A nagyváradi és nagyszalontai küldöttség a csongrádi 56-os megemlékezéseken is részt vett. Köszöntöm nézőinket, Önök a Csongrád Televízió híradóját látják. Hamarosan új forgalmi rend léphet életbe a főutca és a Vasút utca kereszteződésében. A változás nagyban megkönnyítheti az autósok közlekedését. Murányi László, önkormányzati képviselő, a Szentesi út benzinkútnál lévő szakasznak ügyében is megoldást remél. Minden városban találkozhatunk olyan útkereszteződésekkel, ahol még a több évtizedes rutinnal rendelkező sofőrök is pillanatnyi tanástalansággal közlekednek. A csongrádi honatyák több éve interpellálnak a Vasút utca és a Főutca kereszteződés módosítása iránt. Lassan 7 éve, hogy elkészült az elkerülő út, és itt Csongrád egyik központi helyén a Vasút utca és a Főutca találkozásánál a forgalmi rend maradt a régi, ami arra épült és arra lett kialakítva, hogy átvezesse Csongrádon ezt a nagyon nagy forgalmat, amit most már a körgyűrű elvisz. Azóta gyakorlatilag minden évben egyszer reklamáltunk, jó értelembe véve, ha úgy tetszik, interpelláltunk, képviselőtársaim is, én is, és a rendőrség is, a csongrádi önkormányzat is mindig jött a helyszínre, mindig megbeszéltük a közutasokkal, hogy mi a teendő, de nem történt semmi sem. Most annyi változás van, és még egyszer ez nem a város hibája volt, hiszen a közút volt a kezelője ezeknek az utaknak. Az elmúlt években változott a közút tulajdonosi részint kezelői feladatköre, és ma már tiszta kép megvan, hogy melyik útszakasz a közúté és melyik a városé. Tulajdonképpen egyenes nyilakat lehetne festeni oda azok elé, a balra nyilak elé, és azt a sávot egyenes balra sávvá kijelölni. Ami nem zárja ki a balra kanyarodást. Helyes. Viszont akkor ezt a szélső sávot, mert itt végül is csak egy sáv folytatódik. Most itt volt kint egyik jeles fiatal csongrádi ember segítségével, Barta Norbertról van szó, aki az önkormányzatnál dolgozik, és ezeket a dolgokat kézbe tartja, és természetesen mindig a csongrádi rendőrség bevonásával, véleményezésével megállapodás született. Annak az a lényege, hogy itt, ahol most állunk, a Vasút utca és a Főutca kereszteződésénél visszaáll a régi normális rend, ami azt jelenti, hogy az autók két oldalt több helyen meg fognak tudni állni, tudnak majd parkolni. Még egy fontos dolog, a városból Kiskunfélegyháza felé közlekedő autóknak nem lesz egy kötelező érvényű balra kanyarodású kényszer, ami most a festések szerint van, hanem haladhatnak egyenesen tovább, balra is kanyarodnak. Hát ha úgy veszük, akkor a régi klasszikus forgalmi rend áll vissza itt ezen a ponton. A Szentes felől érkezők a benzinkút előtt egy egyirányú úton alig észrevehetően érkeznek egy veszélyes kereszteződéshez. A nagy veszélyfaktorú útkereszteződésben eltakarja a tuja a szabad kilátást. A tervek közt szerepel, hogy az említett útszakaszon megszűnik a forgalom, csak szervizútja lesz a benzinkútnak. A másik ilyen neuralgikus pont a benzinkút körül kialakult forgalmi rend. Ez is ma már nem megfelelő, hiszen derékszögbe kanyarodik be a városba a benzinkút mellett eljövő jármű, és egyszerűen nem lehet jobbra az egyenes útra kilátni. Nézd, a két személy vezet. Hú, de jó volt, láthatom. Ezt én elmondanám. Jó lehetett látni, hogy az előbb kikanyarodó teherautónál két személy vezetett. Az egyik volt a sofőr, a másik, aki jobb oldalt ült, és az nézett ki, hogy erről jön valami, vagy nem jön valami. Aztán intett a sofőrnek, hogy mehetünk. Ez tarthatatlan. Komoly gondot okoz ez a buszoknak, teherautóknak, stb. Meghívtuk természetesen a busz igazgatóságot is, sajnos már nem csongrádi, hanem az is szentesi. Kijöttek helyszínre, üdvözölték a elgondolásunkat.
de ott most már nem a közút feladata ez, hanem a városét. Murányi László önkormányzati képviselő szerint a munkálatok év végéig elkészülnek. Október 31-én 9 órától koszorúzás és gyertyagyújtást a Csongrád önkormányzata halottak napja alkalmából. A helyszín a Szentháromság téri első világháborús emlékmű, a Dózsa György téri második világháborús emlékmű és a magyar hősi halottak emlékműve. A koszorúzáshoz civil szervezetek és magánszemélyek is csatlakozhatnak. Díjazták a legszebb csongrádi konyhakerteket, idén is 4 kategóriában hirdettek győztest, balkon kategóriában Herbert Jenőné, zöldséges kategóriában Szenészi Kálmán, gyümölcsös kategóriában Csernus Imréné, vegyes kategóriában pedig Hajdú Dezső vehette át az első helyezettért járó elismerést. Farkas Sándor, országgyűlési képviselő, példaértékűnek és példamutatónak értékelte a kiskert tulajdonosok munkáját, beszédében kiemelte, mennyire jövőépítő munka, amit itt lát Csongrádon. A saját kert is akkor szép, akkor adja meg az embernek az örömet, ha az elvégzett munka örömével tudom letenni a fejem, tudom lerakni az ásót, vagy a permetezőt, vagy az ültetőkanalat, teljesen mindegy, hogy mit, amikor tudom, hogy elvégeztem ezt a munkát. És ez egy olyan közösségi munka, sokan ezt nem is gondolják, de aki elmegy az utcán, belát a kertbe, vagy elmegy a... Nem akarok helyeket mondani, mert láttam én is több szép kertet, és nagy megsértsek valakit, hogy kihagyom ebből a sorból. És látom az utcáról, hogy milyen szép gondozott az a kert. Az mindig azt mutatja, hogy igen, ott olyan gondos emberek, olyan hasznos emberek dolgoznak, élnek azokban a házakban, azokban a kertekben, amely több önmagánál, ő meg szeretné mutatni azt, hogy mit tud, büszke a munkájára, és ez a büszkeségnek azt hiszem most van az a pillanata, amikor a város és a jelenlévő képviselőurak is elismerik ezt a munkát, mert ez egy nagyon fontos munka. Bedő Tamás polgármester több aspektusból is megközelítette a kiskerti munkák fontosságát. Kint lenni a földön, kint lenni a levegőn, mindennél megnyugtatóbb, mondta nyitó beszédében. Én tavaly is elmondtam, hogy nagyon sok szép fotót láttunk arról, ami az önök keze munkája alapján kialakult, és biztos vagy benne, hogy ma is sok szépet fogunk látni. Hiszen nyugodtan mondhatom, hogy amikor ez a kezdeményezés elindult, illetve amióta én ismerem most már lassan a harmadik éve, akkor azért még a képviselő úr próbált egyedül utána menni. A kerteknek még körülbelül az a méretmennyiség volt, hogy egyedül is le tudta járni. Hát az idén 2 diák munkásunk 2 héten keresztül kerteket fotózott a legnagyobb melegbe. Úgyhogy ahogy mondani szokták, megdolgoztak a pénzükért. Ezúttal is köszönöm nekik, és köszönöm a kollégáimnak a hivatalba, akik ezt kisebb-nagyobb mértékben, de folyamatosan segítették, és egyfajta támasztottak ennek a programnak. Ezt a segítséget a jövő évben is felajánljuk, én is azt a reményemet fejezem ki, hogy még többen leszünk. Jöhetnek nyugodtan a nevezések, hiszen a kormányhivatal foglalkoztatási osztálynak köszönhetően jövőre is lesznek diák munkás sajunk, akik egyébként így nem csak a hivatalban, hanem a hivatalon kívül is egy kicsit megismerhetik ennek a munkának a szépségét, amit közigazgatásnak hívunk, és remélhetőleg tényleg sok jó pályázó fog ide elénk kerülni jövő október, novemberben, attól függ, hogy mikor lesz a záró rendezvény. Az előző évhez hasonlóan idén is közel 60 kiskert tulajdonos indult a versenyen. A tavalyi évben volt egy olyan kezdeményezésünk az ötlet gazda felé, hogy szeretnénk csongrádi mintára csinálni egy ugyanilyen legszebb konyhakertek programot, mert nagyon sok volt ez az adminisztráció, ami ezzel járt. Szerencsére sikerült megállapodni, megegyezni a karcagi alpolgármester asszonnyal, aki ugye az egésznek a koordinátora, az országos koordinátora, hogy egy kicsit engedményekkel, az adminisztrációt egy kicsit félretéve próbáljunk könnyíteni a csongrádi programkoordinátoroknak a mindennapjain. Így olyan mélységig sikerült ebbe eredményt elérni, hogy nem feltétlen kellett minden egyes kertről olyan mélységig
belemenő kertszemlét csinálni, mint ahogy azt kérték, illetve sok olyan anyagot szkennelve át tudtunk küldeni, ami eddig adatrögzítéssel járt. Úgy gondolom, hogy így most már kezelhető ez a program, mert kezdte ez nagyon kinőni magát. Lényegében egy sikeres program az idei is, vélhetően jövőre ismét lesz konyhakertek program, már előzetesen polgármester úrral egyeztetve, ő is támogatva ezt a kezdeményezést, tehát ugyanúgy, mint eddig már 5 éve megy a program, tehát eddig csináltuk, tehát nagyjából az a április környéke lesz majd jövőre a jelentkezési határidő, és ugyanígy a program zárása pedig majd ez az októberi időszakra tehető. Egy különlegessége a programnak, hogy minden évben felajánlok egy választási malacot, egy külön díjat, az idén sem maradt el, és ebben az évben a választási malac felajánlásomat pedig Győri Andrásné kapta. Egy nagyon szép, rendezett kerttel nevez minden évben, lelkiismeretes, és úgy gondolom, hogy példaértékű az a munka is, amit ő csinál. Hétvégén kezdődik a téli időszámítás. Hivatalosan vasárnap éjjel 3 órakor 2 órára kell visszaállítani a mutatókat. Az óra átállítással jelentős villamos energia megtakarítás mutatható ki. A becslések szerint évente országosan egy közepes méretű város éves fogyasztása spórolható meg. A kisebb fogyasztás a káros anyag kibocsátását is mérsékli, ezért az óra átállítás a környezetvédelmét is szolgálja. Az állam nagyjából 6 milliárd forintot spórolhat. A nagyváradi Szent József plébánia testvérközössége delegációja látogatott Csongrádra október 22-én. A nagyváradi és nagyszalontai küldöttség a csongrádi 56-os megemlékezésen is részt vett. Topsi Bálint plébános köszöntötte a nagyváradi és nagyszalontai küldöttséget a Nagy Boldogasszony templomban. A Szent Misét Gyenge Béla nagyváradi plébánossal celebrálták. Ezt a Szent Misét felajánlom a csongrádi templomnak az testvéreként, akik az 1950-os forradalomban veszítették életüket, az ő lelki üdvösségükért ajánlom fel, és veletek együtt imádkozzunk értük. A delegáció október 23-án részt vett az ünnepi testületi ülésen és a koszorúzáson is. Nagy örömmel fogadtuk a meghívást a csongrádi közösség, illetve vezetőség részéről, illetve annak képviselőjétől, Szent András Erzsébettől. És nagy örömmel fogadtuk, már 10 éve, hogy ide ilyen nemzeti, ezeken a nemzeti ünnepeken itt vagyunk, részt veszünk, koszorozunk. És úgy látszik, hogy a Jóisten azt akarja, hogy egyre jobban erősítsük a kapcsolatainkat. Nagyszalontáról, illetve Nagyváradról jöttünk, két csoport egybe egyesülve, egy mikrobusszal, és örömmel veszünk részt. Azért, hogy érezzük azt, hogy egymáshoz tartozunk. Azért, hogy közös a múltunk, közös a jelenünk, és akarjuk, hogy a jövőnk is közös legyen, mert mi egymáshoz tartozunk. És ezt ápolni kell. Ha valamit ápolunk, az nem vész el, az nem múlik el, az nem szűnik meg. A testvériséget, az együvétartozást, a megemlékezéseket, mindent ápolni kell. Hát úgy érezzük, hogy ezért jó, hogy itt vagyunk, és ezért köszönjük, hogy itt lehetünk a csongrádi testvérek meghívására. Nagyszalontán is voltak, én már nem vagyok Nagyszalontán, én Nagyváradon vagyok, de a kapcsolat innen ered, hogy ott is voltam Nagyszalontán. Most Nagyváradon vagyok, a Szent József plébánián. És legutoljára, 2016 Szent József búcsúján, szeretettel mi is tudtuk fogadni, és örömmel a csongrádi képviselőket, illetve híveket, testvéreket élén az Erzsébet asszonnyal, akik eljöttek búcsunkra,
hogy együtt ünnepelhessünk is. Akkor úgy megbeszéltük meg előtte is, mikor itt voltunk, hogy jó lenne ezt egyre szorosabbá tenni, ezt a kapcsolatot egymással. A csongrádi hívek nagy szeretettel fogadták a határon túli magyar testvéreinket. Fontos számukra, hogy ne csak a nemzeti ünnepeinken éljék meg magyarságukat. Igyekszünk jól megélni vallásosságunkat, kereszténységünket, katolicizmusunkat, én most a mi vallásunkról beszélünk, nemzetiségünket, és úgy érezzük, hogy helytállunk az állapotunkban, ahol vagyunk. És küzdünk, hiszen ember küzdve küzd, és bízva bízál, mondja Madács az ember tragédiájában. Nem hátrálunk meg, de ugyanakkor megbecsülve a többieket, akikkel együtt lakunk, egy városban lakunk, különböző emberek, vallásúak, nemzetiségűek, egymást tisztelve, egymást megbecsülve próbáljuk megélni magyarságunkat, vallásosságunkat, és ahogy a költő mondja, embernek lenni csak embernek, semmi egyébnek, de annak egésznek épnek, földszülte földnek, és Isten lelte szépnek. Ha így éljük meg a mi voltunkat, akkor biztos, hogy győzni fogunk Isten segítségével, és győzedelemre vagyunk ítélve, idézőjelbe, igen. Igen, mert a jóságot, a szeretetet sose lehet legyőzni. Ellenben a gonoszságot, a nagyképűséget, a kevésséget, ezekkel nem jutunk semmire. A nagyzolással nem jutunk semmire, csak a helytállással, figyelembe véve a körülményeket természetesen. De szépen, igyekszünk szépen megélni életünket. Úgy érzem, hogy a közösség nevében is ezt tudom mondani. Hamarosan új forgalmi rend léphet életbe a főutca és a Vasút utca kereszteződésében. A változás nagyban megkönnyítheti az autósok közlekedését. Október 31-én 9 órától koszorúzást és gyertyagyújtást tart Csongrád önkormányzata halottak napja alkalmából. A helyszín az első és második világháborús emlékmű és a magyar hősi halottak emlékműve. Díjazták a legszebb csongrádi konyhakerteket, 4 kategóriában hirdettek győztest a művelődési központban megtartott ünnepségen. Hétvégén kezdődik a téli időszámítás, 1 órával kell visszaállítani az órákat. A nagyváradi Szent József plébánia testvérközössége delegáció látogatott Csongrádra október 22-én. A nagyváradi és nagyszalontai küldöttség a csongrádi 56-os megemlékezéseken is részt vett. Új híradóval legközelebb jövő pénteken 19 órakor várjuk Önöket. Adásainkat megtekinthetik honlapunkon a www.csongradtv.hu weboldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!